Az oktatási hivatal honlapján közzétett tájékoztató szerint a jelentkezők a pontszámításhoz még szükséges dokumentumokat a felvi.hu honlapról elérhető elfelvételi rendszer dokumentumok menüpontjában tölthetik fel, és ugyanitt követhetik nyomon az elbírálásukat is. A sorrend módosításkor csak a jelentkezéskor megadott szakokat lehet átrendezni vagy törölni, új képzés már nem rögzíthető. Július 9-ig még lehet módosítani azt a sorrendet azok, azokon a szakokon belül, amiket megjelöltek a felvételi jelentkezés során a hallgatóink, leendő hallgatóink, illetve még feltölthetik azokat a dokumentumokat, amik szükségesek a pontszámításhoz. Tehát nagyon fontos, július 9-e az e-felvételi rendszerben szakokat lehet egyszer módosítani, dokumentumokat feltölteni. Nem kell feltölteni a 2006. január 1 -e után megszerzett érettségi eredményeket igazoló bizonyítványt, illetve tanúsítványt. Ezek adatait az oktatási hivatal a közhiteles nyilvántartásból veszi át. Ha a felvételiző a jelentkezés után szerezte meg a nyelvvizsgáját, akkor a felületen csak a nyelvvizsga bizonyítvány adatait kell megadnia. A személyes adatok változását szintén csütörtökig jelezhetik a felvételizők az e felvételi személyes adatok menüpontjában ezen kívül a július 9-i határnapon túl azért nekünk még van más dolgunk is, amit a felvételizőknek, amire fel kell hívni a figyelmet. Július 23-án várható, hogy megtudják a pontszámokat a felvételire jelentkezett hallgatóink, leendő hallgatóink, illetve nagyon fontos az, hogy már elérhetők a honlapunkon a szakirányú továbbképzéseink. Augusztus végéig lehet jelentkezni erre, ez nem az oktatási hivatalon keresztül történik. A nyíregyházi egyetemre kérjük benyújtani a jelentkezéseket, tehát szakirányú továbbképzések, számos új szakirányú továbbképzéssel bővült a palettánk, például a kócsképzések itt vannak, vagy a pedagógus szakvizsgák is további új szakterületekkel bővültek a besorolási döntés, amely tartalmazza, hogy a felvételiző, mely képzésen kezdheti meg tanulmányait szeptemberben, legkésőbb augusztus 5-től az e-felvételi hivatalos iratok menüpontjában lesz elérhető, amiről minden jelentkezőt e-mailben is értesítenek, közölte az oktatási hivatal. Ezen túl pedig pótfelvételi is várható augusztusban, melyről a Nyíregyházi Egyetem honlapján lehet majd tájékozódni, pótfelvételire pedig azok jelentkezhetnek, akiknek nincs érvényes felvételi döntésük.